Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves kis testvéremet, aki itt ül a képernyő előtt, és várja, hogy Isten igéjéből valamit olvassunk, és hogy az Úr megszólítson minket. Tulajdonképpen a Biblia ezt a történetet úgy említi, hogy a csodálatos halfogás. Péter nagyon-nagyon fáradt volt, mert egész éjjel halászott. Már este kiment a barátaival, a halásztársaival, az ő bárkájával halászni, és egész éjjel nem fogott semmit. Várták a nap följöttét, hogy talán majd akkor a halak előjönnek. De bizony, semmit nem fogtak. Pedig nem csak horgáztak ám a pecabottal, hanem a nagy hálót is bevetették. Micsoda munka volt hajnalig dolgozni ezzel a nagy hálóval. Aki a hajón volt, mindenki a nagy hálót fogta, középen, oldalt, elől, hátul, húzták, vonták, hajnal felett, húzd meg, hát, ha van benne valami, de olyan könnyű volt a háló, hogy abban egy fiahal sem volt. Hát, most pedig Péter reggel szégyenkezve a partra vontatták a hajót, a hálót, és ott tisztogatta a hálóját. Volt, aki arra járt, és kinevette. Közröhely tárgya volt. Ha-ha, Péter, nagy fogásod volt, látom. Aha, megfogtad a tengeri sünt, mi? Azt akarod ebédre adni a családodnak? Na és ez a rengeteg sok lom, amit összefogott ez a háló. A tengeri uborkák, no meg ez a sok hínár, amelyik beleszövődött a háló lukaiba, és még voltak benne ilyen döglött dolgok is, amikről most nem is beszélek, úgyhogy Péter nagyon-nagyon sajnálta, hogy ezt mások is látják, nagyon büszke ember volt, és tudta, hogy nem fog máma semmit se árulni a piacon, nem fog hazavinni ebédre valót se. De a parton ott volt valaki. Nagy békesség árad belőle, és látta a Péter csődjét, kudarcát, azt, ahogyan dolgoztak, ahogy tisztogatták a hálót, de látta az ő fáradtságát is, mert ez a valaki Jézus volt, és Jézus pontosan látta azt, amiben Péter volt, az zúgolódó szívét, és a kudarcát. Jézus azt is látja, hogy te mibe vagy, még ha nem is mondod ki a gondolataidat, de ő ért téged. És akkor az Úr Jézus fogta magát, és azt mondta, hogy Simon, beszállnék a hajódba. Kicsit menjünk beljebb a parttól. Hát Péter örült, hogy Jézus beszállt a hajójába. Csuda jó dolog, ha Jézus beszáll valakinek a hajójába. Jézus nem csak Péter hajójába szállt be, hanem az életébe is belépett. Péter nagyon boldog volt. Jézus itt van velünk, nem vagyunk egyedül. Minden fáradtságom elmúlt, hogy Jézus beszállt a hajomba. Jézus velünk van, és ez mindent kárpótol. És ha az Úr Jézus velünk van,
akkor történhet bármi. Az mindig a javunkat fogja szolgálni, mert az ő jelenléte mindent kipótol. Hát Péternek végig kellett hallgatni a prédikációt, mert a parttól egy kis beljebb azért bent Jézus, hogy a tömegből mindenki lássa őt és hallja a beszédét, és Péter nagyon odafigyelt, pedig azt gondolt, hogy elalszik, mert annyira fáradt. Te is szoktál az Isten tiszteleten aludni, meg a prédikáción? Hát Jézus olyan csodálatos dolgokról beszélt, hogy azon nem lehetett elaludni. És miután befejezte az Úr Jézus a beszédét, azt mondta Péternek, hogy na most evezz a mélyre. És az Úrnak ez személyes üzenete volt Péter számára. Ez csak neki szólt, ez a te hajód, gyere menjünk a mélyre. A többieknek, akik ott voltak a hajóba, az Zebedeus fiak és mások is, azt mondta a többi halásztársak, azt mondta nekik Jézus, ti pedig most azt a nagy hálót, a legnagyobbat fogjátok meg, és vessétek be a tengerbe. És megmondta Jézus, hogy mire? Fogásra. Itt halfogás lesz. Hát, ugye ez nem olyan könnyű dolog volt, Péter vakarta a fejét, de őszinte volt Jézushoz, és azt mondta, Uram, hát egész éjjel haláztunk, semmit nem fogtunk. Én nagyon elfáradtam. Muszáj most ezt előről kezdeni, újra csinálni. Uram, hát nem lesz itt semmi. Ezek az én halásztársaim is nagyon fáradtak. Aztán pedig gondolkozott, azt mondta, de Uram, mert te mondod. A te parancsolatodra, mert te mondtad, megteszem, és bevetették a hatalmas nagy hálót. És ha Jézus mond valamit, és azt megtesszük, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen csodálatos áldás az, ha Isten szava szerint járunk el. És ahogyan bevetették a hálót, a halaknak nagy sokaságát kerítették be. Az még csak, hogy hatalmas halak voltak, már érezték, amikor húzták. Oda szólt Péter a mellette lévő Andrásnak, hogy András, húzd ki a derekad, mert ezt nem fogjuk tudni mi itt kihúzni, ahányan vagyunk. És érezték, hogy a háló is szakadozik. Súlya volt a sok halnak, óriás halak is voltak benne, még karthalak is. Láttatok karthalat? Én egyszer a Vöröstengernél voltam, és ott úsztam, és amikor úsztam, képzeljétek, egy ekkora nagy karthal jött velem szembe. Mondtam, én jót akarok, nem, ne bánts engem, aztán szépen elúszott mellettem, de hatalmas nagy hal volt. Hát a háló tele volt, és úgy érezték, hogy ők ezt nem fogják tudni kihúzni. És akkor ott kicsit távolabb volt a másik halászhajó, nagyon jól ismerték őket, az egész családot, az egész família halász volt, a nagypapa, az apuka, a fiaik, és még a gyerekeik is, bár 10 éves is volt, de ment velük halászni. Szeretett a gyerek halászni. Intettek neki, gyertek, kiabáltak, gyertek már, különleges fogás van. Jézus itt van a hajónkba! Gyertek! És ők pedig, ahogy meghallották, a vízen gyorsan hallatszik a szó, és messzire elhallatszik. Hallották a kiabálást, azonnal oda mentek,
és átugrottak a másik hajóba, ahol a hálóval küszködtek a nagy halakkal, és húzták ki, és megtöltötték az egyik hajót halakkal, és az már roskadozott, és akkor a másik hajóval egészen egymás mellé álltak, és azokat is megtöltötték hatalmas halakkal. Az egyik azt mondta a másiknak, te öreg halász vagyok én már, de én ekkora halakat, amióta halászok, sohasem láttam. És András odaszólt Péternek, hogy te ide figyelj, Péter, el fognak süllyedni ezek a hajók. Ettől a nagy rakománytól mi lesz velünk? Azt mondta Péter, na testvér, ne félj semmit, Jézus itt van velünk, a mi hajónkban van, ahol Jézus jelen van, az a hajó nem süllyed el. Mert Péter tudta, mit bent a szívébe, hogy Jézus az, aki ezt a csodát tette, és aki megtartja őt is, és azokat, akik vele vannak. És tudjátok, aki kész a társainak segíteni, mint ez a másik halászhajó, az megjutalmazza az Úr. Te vajon segítőkész vagy-e? Segítesz-e másoknak? Mert amit másokért teszünk, azt az Úr sokszorosan visszaadja. Nagyon jól jártak ezek a halászok, akik segítettek, mert az ő hajójuk is tele lett hallal, és roskadozott a halak sokaságától. És amikor Péter ezt látta, átélte, megtapasztalta, akkor nem azon gondolkodott, hogy a piacon ez nagyon sokat fog érni, majd új bárkát veszek rajta, hanem odaborult Jézus lábai elé. Méltatlannak érezte magát, hogy ő Jézussal egy hajóban van. Nem érdemli meg az ő szeretetét, nem érdemli meg a jóságosságát, hogy ilyen hatalmas ajándékot ad nekik. Oda borult a lábai elé, térdelt, és azt mondta, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. És itt szólítja először Jézust, Úrnak Péter. Mert eddig úgy gondolta, jó tanítómester ez a Jézus. Jó prédikációkat tud mondani, nem lehet rajta elaludni. Nagyon igaz, amit mond. De most ez átélte, hogy Jézus Úr, az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus az Isten fia, hogy Jézusban olyan tisztaság, szentség és szeretet van, amit ő nem érdemel meg. Úgy érezte, leborult teljesen a Jézus lábaihoz, hogy ő nem érdemli meg az Úr szeretetét. Jézus pedig fölemelte, és azt mondta, ne félj, mert mostantól fogva emberhalász leszel. Ez volt Péter küldetése. Egész életébe halász volt, de Jézus egy másfajta halászatra hívta meg. Aki Jézust követi, annak minden vágya, hogy a mélységbe lévőket kisegítse a partra. Péter még nem nagyon értette ezt az emberhalászatot, de boldog volt, és a szívébe forgatta, amit Jézus ígért neki. És aztán a hajókat a szárazra vonták, olvassuk itt az ígébe, és az emberek ott a nagy halakat nézték, a halászok pedig
ingyen szétosztották őket. Akkora öröm volt Jézussal együtt lenni. Olyan érték volt a számokra, hogy a piaci arany, ezüst, meg a részpénzek nem számítottak. Mindenkinek adtak, és mindenki nagyon örvendezett a halaknak. Csodálatos dolog volt ez, hogy az Úr megsokasította a halakat. Egy ember utána szólt Péternek, aki így kettesével osztogatta halakat. Péter, hát most hova mész? Hálálkodni akart neki, mert akkora halat kapott Pétertől, hogy a szomszédoknak is elég volt, ha megsütötték, és olyan lakomát tartott, hogy mindenki ott lehetett. Péter nem törődött vele. Megyek Jézust követni. Nem érek én rá most a halakkal foglalkozni. Na és mi lesz a hálóddal, meg mi lesz a bárkáddal, amire te olyan büszke voltál? Péter azt válaszolta, Jézus a legfontosabb a számomra. Azok engem megvárnak. Nagyon csodálatos ez a történet, hogy Jézus nem csak halakat adott, hanem önmagát is adta azoknak, akik nem tudtak mit kezdeni az életükkel, a bűneikkel, akik nagyon elfáradtak. Tudod, kis testvérem, mindnyájan bűnös emberek vagyunk, de az Úr Jézus Krisztus az, aki megbocsátja a bűneinket, és aki megáldja az életünket.